Ez a láb, de most már ellentétes kéz, ellentétes láb. Figyeljetek, mert csaló, minden unokó, de most megint ugyanaz a kéz, ugyanaz a láb. Egyszerű mozgás gyakorlatok, amik segítenek az agy bal és jobb agyféltekijek közötti összhang megteremtésében. Ezekkel készült a szakmai napra Bagyas György agykontroll oktató. Ami szerintem nagyon fontos, amit idékeztem kifejezni az itt jelenlevőknek, hogy a mi felnőttek, hogy a gyerekekre hogyan hatunk, hogy milyen szavakat használunk, hogy hogyan viselkedünk velük, hogy igyekszünk például problémás helyzeteket megoldani. Ezekből a gyerekek azt a mintát tanulják el, amit mi képviselünk. Ezért éppen kiemelt felelősségünk van arra nézve, hogy ez a jövő generáció, ez hogyan fog alakulni, milyen felnőttek lesznek belőlük. Ide az előadók. Hívtunk meg három előadót ma, a közönség soraiba pedig a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszerének a tagjai, óvónők, védőnők, pedagógusok, tanárok, tanítók, intézményvezetők, civil szervezetek képviselője, családsegítő, idősellátás képviselője, teljeségigénye nélkül közel 50-en vannak itt a mai napon. Tulajdonképpen ez a mai nap egy záró konferenciája is az FOP 329 az iskolai, óvodai, szociális segítőkért pályázatunknak. A pontos címe különben az óvodai és iskolai szociális segítés a Tolnai járásban című projekt, aminek ez a záró konferenciája, és így próbálunk tartalmas előadásokat biztosítani. A mindennapi munkát megkönnyítő egyszerű gyakorlatok mellett a Tolnai járásban dolgozó szakemberek új módszertani eredményekkel is megismerkedhettek. Ez arról szól igazából, hogy ugye a mai rohanó világunkban, amikor a technika, illetve a számítógép elfajult, most már lájkokban mérjük a dolgokat, úgy gondoltam, hogy igenis kell egy olyan dolgot adni, mint a pedagógusok, mint a szülők, illetve a gyermekek kezébe is, amivel jobban érezhetik magukat a hétköznapokban, illetve a mindennapokban. Gyermekeknek van erre négy technika, a három új technika, a csendjáték, azért szeretlek, mert, illetve te milyen állat vagy és miért. Ugyebár ezek a technikák kifejezhetik azt, hogy hogyan érzik éppen a gyerekek magukat, illetve egymásnak el tudják mondani, hogy mennyire szeretik a másikat. A szakmai nap egy hónapokon át tartó rendezvénysorozat záró programja volt. Én úgy gondolom, hogy ez a szakmai nap egy kicsit kiszakadás a mindennapokból, egy kis szellemi-lelki táplálék, és hogy úgy mondjam, egy ilyen képletes hátizsákba adjunk is valamit, amit hazavisznek innen a résztvevők.